Sziasztok srácok, itt is vagyok a kérdez felelek válaszaival, és hát sajnos még az 5000 feliratkozó nincs meg, amikor készítem ezt a videót, de remélhetőleg hamarosan meg lesz. Ez nem tudom, hogy amiatt van-e, hogy leiratkoztak páran, vagy csak a YouTube megint próbál okoskodni, hogy azokat letörli, akik inaktívak a feliratkozók közül. Ezt nem tudom megmondani, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el, mert több kérdésre fogok megválaszolni, amielőtt elkezdeném a kérdezfeleleket, mindahány kérdés van itt. Na de kezdjük is az első kérdéssel, aki nem mást érkezett, mint Evo66-tól. Mit gondolsz a FIFA 17-ben bevezetett új pontrugási technikákról? Én azt hiszem, hogy lehet, hogy a szabadrugást így ebben a formájában, tehát hogy a játékosról be lehet mozogni a labda mögött, meg hasonló dolgok, ezeket nagyon-nagyon jól tették, hogy ezeket belerakták. Viszont én a 11-es rugással abszolút nem értek egyet. A legelején arról szólt, hogy konkrétan nekifutott a játékosom a labdának, és nem tudtam, hogy meg kell nyomni a lövésgombot. A következő kérdés nem mástól érkezett, mint Enes Petitől. Kiket nézel a magyar fifások közül? Hát itt az a helyzet, hogy fel tudnék sorolni olyat is, aki nem csak FIFA-val dolgozik, de szerintem ezt is meg is teszem, itt nincs amit nagyon mellé beszélni. Szoktam nézni Samsont, szoktam nézni Bazsit, szoktam nézni néha-néha Dazist, szoktam nézni Rekát, szoktam nézni Timót. Hú, így most hirtelen ez az öt név jutott eszembe, innen is pacsi nektek srácok. A következő kérdés nem mástól érkezett, mint Poli Channel-től. Gratulálok Lehel, amióta létezik a csatornád gondolom. Követem a munkásságot. Kérdés 1. Mikor lesz Ultimate Team? Hát kérlek szépen, most is van Ultimate Team. Rettentően kevés megtekintéssel, de ez majd lehet, hogy a későbbiekben át fog menni egy másik sorozatba. Ezt még egyelőre nem tudom. 2. Lesznek kihívások. A kihívásokkal úgy vagyok, hogy az én csatornám imidzséhez nem nagyon passzol, szóval most ide nem szeretnék kihívásokat rakni, maximum FIFA-val kapcsolatos kihívások lesznek, ha lesznek egyáltalán. Az a helyzet, hogy azért nincsen például GTA a csatornámon, mert a legtöbb videóm az FIFA-s, illetve FIFA-val foglalkozik, néha-néha van foci is, de ezt szeretném egy picit a FIFA-val egy szintre emelni. Szóval, hogy nem nagyon hiszem, hogy akik fel vannak iratkozva, azok azért iratkoztak fel, mert nagyon várják tőlem a GTA-t. Nem tudom, hogy lesz-e majd egy másik csatorna, de ebben most nem is megyek bele, mert ez hihetetlenül nehéz dolog. Úgyhogy nézzük a következő kérdést. A következő kérdező nem más, mint Vince Adolf, vagy Adolf Vince, ezt most nem tudom hirtelen, hogy is van a neved, de megválaszolom a kérdésed. Melyik volt az első FIFA, amelyikkel játszottál? Hát az helyzet, hogy az első FIFA, amivel játszottam, az a FIFA 98 volt, és jó, mondjuk nem 98-ban játszottam, mert akkor 4 éves voltam, szóval akkor fingom nem volt, hogy mi a FIFA 98, meg egyáltalán mi a foci. FIFA 98-al játszottam, utána kimaradt egy jó pár év, és a következő FIFA, amivel játszottam, az a 2003 volt, utána azt hiszem a 2004 is kimaradt, 2006-tal, utána pedig szerintem az összessel 2007, 2008, 2009, 2010 az szörnyen rosszan sikerült, utána 11 az már egy picivel jobb volt, és így szerintem folyamatosan fejlődik. Úgyhogy akkor nézzük a következő kérdést, szerintem elég kielégítő válasz volt. A következő kérdés nem másról érkezett, mint Duskiewicz Mark Bocsi, de ez a név, úristen, nagyon nehéz. Szóval, lesz telefonbetyárkodás? Hány éves vagy? A telefonbetyárkodás, ha már itt tartunk, mindenki azt hiszi, hogy egy nagyon-nagyon jó móka, és ez tényleg nagyon-nagyon jó móka, csak az a helyzet, hogy ez egy bűncselekmény, és egy olyan csatornára, amin a teljes nevemet megosztom, és illetve olyan adatokat megosztok, hogy például hány éves vagyok, hol lakom, nem szeretnék egy ilyenbe belemenni, és hát nem hiszem, hogy lesz. Hány éves vagyok? Október 27-én leszek 22 éves. A következő kérdés nem mástól érkezett, mint Szent Miklósi Bencétől. Szia Lehel, mi motivált a videózásra? Szia innen is! Hát a videózásra az a helyzet, hogy
Van egy külföldi YouTuber, akit úgy hívnak, hogy Road to Show. Az ő videóit néztem talán tavaly előtt decembertől, és hát decembertől elkezdtem nézni, és egy március-április vége fele eszembe jutott, hogy hát ezt most miért ne tudnám én is megcsinálni, és amúgy is rengeteg szabadidőm volt, és ha már foglalkoztam Photoshoppal azelőtt, meg videóvágással is azelőtt, akkor miért ne csinálnám azt, amit szeretek, és miért ne csinálnék olyan videókat, amiket tényleg szeretek, és nem csak úgy, hogy ó, megint ezt meg kell vágni, szóval ez az egy dolog motivált. A következő kérdés nem mástól érkezett, mint Horváth Bencétől. Gondoltad volna valaha, hogy ekkora rajongó táborod lesz? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt tudom erre válaszolni, hogy soha nem gondoltam. A csatorna 2014 nyarán volt regisztrálva, de az a helyzet, hogy akkoriban körülbelül egy videó volt fönt, ami arról szólt, hogy hú, mi is volt az? Szerintem valami focival kapcsolatos, tehát hogy valakinek a születésnapján fifázunk és azt vettük föl, hogy egyik gyerek káromkodik. Szóval ez nem hiszem, hogy akkoriban azt elveztem volna, hogy bármikor is lesz egy ilyen csatornám. Abszolút nem gondoltam volna, hogy ennyi feliratkozóm is lesz valaha. Tavaly májusban kezdtem el, és májustól egészen október közepéig, november elejéig sikerült összeszednem 150 feliratkozót. 150-et. És akkor úgy voltam vele, hogy hú, de jó, igazából sok munka van benne eddig is, de igazából még nem nagyon nőtt az a tábor, aki néz. Igazából a megtekintések azok voltak, tehát hogy akkor sem 150 megtekintés volt, hanem 300-400, és amikor eljött egy videó megtekintése a 800-at, 900-at, én konkrétan ott ültem a gép előtt, és így fogtam a fejem, úristen, milyen jó ez a videó, hogy ennyien megnézték, amúgy abszolút nem volt jó, és azokat már mind privátba raktam. Úgyhogy ekkora rajongótáborosról nem is számítottam, és decemberben beszélgettem az egyik haverommal, és akkor beszéltük azt, hogy hát talán majd nyárra meg lesz az 500 feliratkozó, és kérlek szépen, a múlt héten találkoztam vele, és az volt a durva, hogy akkor beszéltük, hogy decemberben azt gondoltam, hogy talán meg lesz az 500, és most itt ülünk, és majdnem 5000 van, úgyhogy hihetetlenek vagytok, srácok. Tényleg elképesztő az, hogy hány megtekintés van a videóimon, mert abszolút nem gondoltam volna, hogy egyszerűen valamikor lesz nekem egy olyan csatornám, ami lesz 5000 megtekintés egy videón, vagy akár 33 000 megtekintés, ami eszméletlenül durva, és hihetetlen, hogy van annyi ember, hogy én most megcsinálok egy videót, teszem fel 5-6 óra alatt, feltöltéssel együtt 8 óra, és valaki leül és megnézi, az egy megtekintés akkor is számít, de hogy megnézi 33 000 ember, az hihetetlenül jó érzés. Úgyhogy ezt köszönöm nektek. A következő kérdés egy igazi krumplis tésztától érkezett. Úristen. Ezt a nevet, hogy lehet, hogy kitalálni, hogy gondolom ül a gépet, és akkor mi legyen a név, egy igazi krumplis tészta. Egy ilyet kitalálni, gratula, like. Nem szoktál csúnyán beszélni, mert videóban nem szoktál. Hát ez tényleg igaz, videóban nem szoktam. És ez tényleg úgy volt, hogy a legelején elkészítettem az első videómat, abban sem volt káromkodás. És ahogy folyamatosan készítettem, valahogy nem volt az a készítés, hogy káromkodjak a videókban. Lehet, hogy nekem is van egy olyan napom, amikor úgy érzem magam, hogy feltétlenül kell káromkodni, sőt, valamikor a haverokkal csak úgy beszélünk, meg ez teljesen vicces, de valahogy azt hiszem, hogy a mai fiatal srácok, esetleg lányok, nem tudom, lányok néznek-e, de lehet, hogy igen. Szóval, hogyha a srácok néznek, akkor lehet, hogy nem feltétlenül tőlem kellene megtanuljanak csúnya szavakat, így is tanulnak eleget, sőt, tudnak is eleget, amit én szívem szerint bánok, mert én 12-14 éves koromig csúnya szóval nem nagyon találkoztam, és csúnya szót nem is beszéltük akkoriba, de hát lehet, hogy ez a mostani világ
sorozatnak a hozatala, lehet, hogy a külső, mit tudom, például egy angol sorozatot megnézel, és ott tele van káromkodással egy animációs sorozatra. Értem, például a Family Guy-t megnéz, és abban is van rengeteg sok. Én a videóimban nem szeretnék csúnyán beszélni, és hogyha lesz egy csúnya szó, az biztos, hogy kisípolom, vagy maximum kivágom, volt már olyan, hogy ki kellett vágni, mert véletlenül kifutott a számon, de nem hiszem, hogy lesz. Na srácok, ennyi is lett volna ez a videó, és tényleg nagyon-nagyon köszönöm. Lehet, hogy a felvételen sajnos nem tudtam felvenni minden egyes kérdést, mert a kamerám megtelt, lemerült, és újra kellett töltenem, úgyhogy már csak egy másfél percen van így a végére. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg azt is, hogy feliratkoztatok, és hogy itt voltatok. A Playten ott leszek, úgyhogy ha találkozunk, akkor mindenképpen gyertek oda, és majd a toreadoros kártyák közül húzhatok ti is, például egy Jose Callejón, és azt alá fogom nektek írni, hogyha szeretnétek, közös fotót lehet csinálni, beszélgethetünk, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a kérdezfeleleket. Hamarosan találkozunk, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha nem iratkoztatok fel, azt is megtehetitek, és hát sziasztok!